Na jó napot, Adjani! Jó napot, elnök úr! Kívánunk. Jelenkezünk tisztelettel, szervus, üdvözöllek, fia! Nagy Ádámmal, a Nádudvari Élelmiszer Kft. Ügyvezetőjével beszélgetünk. Ugye, ha valaki Nádudvarra gondol és agrárius körökben mozog, akkor a mezőgazdasági termelés jut először eszébe. De a fogyasztók nagy többsége nem a mezőgazdasági alapanyagokkal találkozik, hanem azokkal az élelmiszeripari termékekkel, amikről egy kicsit szeretnénk többet megtudni. Ádám, mit fogunk látni nálatok? Köszöntelek titeket Nádudvaron. A Nagisz csoporthoz tartozó Nádudvari Élelmiszer Kft. Üzemeit fogjuk megnézni. Az Élelmiszer Kft. Az több évtizedes múltra tekint vissza. Most jelenleg nagyjából 30 millió liter tejet dolgozunk fel, aminek kb. 50%-át a saját termelőinktől hozzuk be. Itt olyan 11 ezer tonna terméket állítunk elő. Tehát, hogyha el tudjuk képzelni ezt naponta... Ezt mekkora időtáv alatt, csak hogy így érthető? Ez évente 11 ezer tonna terméket állítunk elő. Napi 80 ezer liter tejet veszünk át a termelőktől. A húsüzemben ott évente körülbelül 3 ezer tonna terméket állítunk elő, és a panírüzem is most már közelíti a 3 ezer tonnát évente. Ez egy nagyon izgalmas és nagyon sokrétű tevékenység. Mi az, ami egyébként tradicionális termék nálatok, és mi az, ami most kerül a piacra, mi az, amivel szeretnétek robbantani? A tejtermékek esetén az igazán tradicionális termékünk, illetve a zászlósajunk az a Nádudvari túró, amely egy hosszú eltarthatóságú túró és a kiváló magyar élelmiszer minősítést elérte. Hús termékek esetében a debreceni páros, illetve a kenőmájas az, amiben igazán erősek vagyunk. Itt egy új termékcsoport a panírüzemben lépett elő itt a tavalyi évben, ez pedig a panírozott halak, harcsanagetsz, illetve pontchips, illetve ezeknek a panírozott változatai. Gondolom, menni akartok előre. Igen, mindenképpen a fejlesztési irányt választottuk, és mindenképpen szeretnénk ezt erősíteni itt a környékben, mint társadalmi felelősségvállalás, hogy minél több embernek munkát adni. A Nagisz csoportnál jártunk, és körülnéztünk, hogy mi is ennek a vállalatcsoportnak a titka. Elképesztő az a hozzáállás, az a tenni akarás, az a fejlesztési szándék, ami testet öltött. Hát kívánok nekik sok sikert, és a magyar vidéknek sok hasonló vállalkozást.